A Budakalász labdarúgó csapata azt követően, hogy az első helyen zárta a félbe szakított idei másodosztályú bajnokságot, úgy döntött, hogy a következő szezonban benevez az első osztályba a Pest megyei bajnokságban. Ezt azért is tehette meg, mivel a Szentendre VSE vezetői úgy döntöttek, hogy inkább egy osztállyal lejjebb folytatják az augusztusban kezdődő 2020-2021-es idényt. Múlt héten a két csapat a felkészülés során a budakalászi pályán mérte össze erejét, amely mindig izgalmas és változatos találkozót jelent a két rivális klub között. A mérkőzés első félidejét követően a Szentendre 2-1-es vezetéssel vonult az öltözőbe, majd a második játékrész elején növelte az előnyét egy gyors indításnak köszönhetően. A vendég szentendreiek könnyen 3 gólos előnyre tehettek volna szert, viszont egy óriási zicsert hibáztak. A kihagyott helyzetet követően a Budakalász a több cseréjének is köszönhetően egyre jobban átvette az irányítást, és a második félidő közepén kiegyenlített. Nem baj az, Laci, el kell rugni, rugni kell kapura! Nincs mozgás. Nem megyünk, Sovi, nem, most megszűnt, Sovi! Annyi lesz! A mérkőzés végén a Budakalász több helyzetet is kidolgozott, és egyre nagyobb nyomás alá helyezte a szentendrei védelmet. A találkozó utolsó perceiben a folyamatos budakalászi támadások végül gólt is eredményeztek, miután a hazai csapat büntetőhöz jutott. Az értékesített 11-essel a Budakalász 4-3-ra megnyerte a találkozót, amelyet a hazaiak vezetőedzője is pozitívan értékelt, és már a következő hetek felkészüléséről is beszámolt. Most egy 2 hete kezdtünk komolyabban bele, tehát gyakorlatilag itt azért a csapat elég nagy terhelés alatt van, elég sok meccset játszunk, elég sokat kell kísérletezni, úgy igazából az eredmény nem is számoltuk. Az volt a lényeg, hogy mindenki sokat játszon, hogy meccs legyen, meccsterhelés legyen, szóval ez a legfontosabb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó szolgálta a felkészülést ebbe az időszakban egy ilyen meccs, úgyhogy úgy értékelem, hogy jó volt. Vezettük a bajnokságot, nekünk azért az kérdés volt, hogy hol tudunk indulni. Az utolsó percig nem tudtuk, hogy mi lesz. Nyilván a Szentendre csapatának a visszalépése, vagy ugye a jogán tudtunk mi fellépni.
Ugye elsők voltunk a bajnokságban, vezettünk 6 ponttal, mi szerettünk volna felmenni, nyilván nem ment végig a bajnokság, de ennek ellenére jött a felkérés, mi a felkéréssel éltünk, mi azért 5-6 éve a megye 2-be, azt kell mondjam, jó szereplünk, ilyen 2-től 5. helyig mindig voltunk, dobogó, sokszor meg volt második hely is kétszer, úgyhogy mi mindenképp akartunk menni, megmérettetni, hogy milyen az első osztály, úgyhogy ezt a lehetőséget mi megkaptuk, mi éltünk vele, és szeretnénk jó szerepelni, nekünk az a cél, hogy bennmaradjunk, úgyhogy mi arra készülünk, hogy első osztályba talán kicsit jobb körülmények, talán kicsit jobb csapatokhoz elmegyünk játszani, és akkor megnézzük, hogy ott mi van, mi úgy készülünk, hogy ott harcos csapat leszünk, és megpróbálunk bennmaradni. Elég sűrű a program, mert holnap menjünk Vízművek, jövő héten játszunk Gödöllő, még Reacca van lekötve edzőmeccs, úgyhogy van négy meccs, illetve hát kupa meccs, az Pest megyei kupa elindult. Veresegyházra megyünk vasárnap, és aztán tovább jutunk, akkor meg abban is jövő héten megint vasárnap meccs van, úgyhogy elég sok meccs van, közte edzések, úgyhogy így csináljuk a felkészülést, és akkor megpróbálunk minél jobban felkészülni a 22-i rajtra. Az újonnan kinevezett szentendrei vezetőedző Szíj Krisztián is értékelte csapata teljesítményét. Ugye a Budakalász most helyet cserélt velünk, ugye ők megyei első osztályba fognak megmérettetni. Nagyon bíztató volt. Az előző mérkőzésünkön a Pomáz ellen nem láttam vissza azt, amit kértem a srácoktól, viszont ezen a mérkőzésen viszont láttam azokat, amiket kértem. Szervezetten, taktikusan játszottunk, ugye sokáig vezettünk is. Ugye ilyenkor az edzőmérkőzéseken nagyon nehéz a bírónak a dolga, mert most is ugye egy játékvezető volt, nem volt partjelző, voltak kétes esetek, szerintem egy szabályos gólt nem adtak meg, viszont edzőmérkőzésen nem szeretnék ezzel foglalkozni, úgyhogy ez az eredmény, ami most született, ez nagyon pozitív, és leginkább a játék, amire lehet alapozni és lehet appellálni. Nagyon az út elején vagyunk, viszont a 6. hét végére már szeretném azt látni, hogy a bajnoki rajtra már teljes felkészültséggel vagyunk. A csapat fiatal labdarúgója, Kristály Patrik is elégedetten nyilatkozott a szentendrei korosztályos és a Tahitót falutól igazoló játékosokból álló csapatjátékáról. Most éreztem először azt a felkészülés során, hogy egyben van a csapat. Kommunikációs most már végre kezd hallatszódni a pályán, illetve az, hogy hátrányból tudtunk fordítani, ez mindenképp pozitív, mert eddig, amikor hátrányba kerültünk, akkor ott el is úszott a mérkőzés, viszont most nem éreztem azt, hogy az én hibám volt az első gól, amit kaptunk, viszont a csapat engem is biztatott, illetve az edzőbá is, úgyhogy mindenképp pozitív volt. Főleg az, hogy tudtunk rúgni 3 gólt egy Budakalásznak, ami az első osztályba fog játszani megyében, az mindenképp pozitív. Hát én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, igen, valóban nagyon fiatal a csapat, de amilyen munkát végzünk az edzéseken, illetve rendszeresen van heti 2 edzőmeccsünk, ezzel mindenképp egy jó rajtra készülök, én is és a csapat is, és úgy gondolom, hogy ott lehetünk a top 5-ben minimum. Budakalász csapata legyőzte a Szentendre VSE együttesét felkészülési mérkőzésen, és a most mutatott játék bizakodásra adhat okot a következő szezonban a Pest megyei első osztályban induló együttes számára.